Érdekességek a biológia világából. Na. Gyakorlatilag bármelyik testrész teljesen kicserélhető vagy javítható mesterségesen, az agyat kivéve. Néhány gyűrűsférek félének egyszerűen nincsen szívük, vagy nem olyan fajta, mint amire mi gondolnánk. Irónikus, hogy a közönséges földigi lisztáknak, amik szintén gyűrűsférek félék, 5 pár vérpumpátoruk van. Azért nem szívet mondtam, mert akkor elég ellentmondásos lenne, és ezek nem is olyan szívek, mint amikre mi gondolnák, mint amik nekünk vannak. Hivatalosan azok az anyagok számítanak drognak, amik az idegrendszer állapotát megváltoztatják, állapotváltozást idéznek elő. De ennek a logikának a mentén minden étel drognak számít. Minden élőlény embriói fejlődésük korát mennek az adott faj evolúcióján. Erre jó példa az, hogy szinte az összes gerinces állat embriói ugyanúgy néznek ki az első pár napban, ezek után pedig mindegyik fejlődik a saját evolúciója szerint. Tárkesz pedig azóta se tud beszélni. Amúgy azóta a balesetem óta sokkal jobban vagyok. Még a kezemet is tudom mozgatni, leszették róla a gipszet, jéj!